Kedves végzőseink! Egy emlékezetes délután részesei vagyunk most. Felemelő, ünnepélyes alkalom ez a mai. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Péter István intézményvezető a Kállai Rudolf szakiskola végzős diákjait az intézmény szalagavató ünnepségén. Az ünnepi beszédek után az osztályfőnökök egyenként tűzték fel az utolsó középiskolai évet jelképező szalagokat tanítványaiknak. A diákok ezeket a szalagokat a tanév végéig viselhetik, amellyel a külvilág számára is megmutathatják. Hamarosan maguk mögött hagyják a diákéveket. A városi sportcsarnokban 5 osztálytanulói búcsúztak iskolájuktól. A diákok pincér, szakács, szociális gondozó és ápoló, bádogos, valamint kőműves és hidegburkoló szakokon végeztek tanulmányokat a település szakiskolájában. Minden iskola életében nagyon fontos esemény a szalagot ünnepség. Ebben az intézményben több mint 100 diák fog most szalagot kapni, lehetőséget arra, hogy készüljenek a szakmai vizsgára. Ez nagyon fontos mérföldkő a számukra, hisz a tanulmányaik befejezéséhez közelednek. Ugyanakkor egyfajta olyan jelzés is, hogy az eredményeik sikeresek legyenek ahhoz, hogy nagyon bele kell húzniuk és tanulniuk. Reméljük, hogy azok a gyerekek, akik végeznek, megtalálják a számításukat az életben. Lehetőséget fogunk nekik adni arra, hogy akár intézményen belül is folytassák tanulmányaikat, abban az esetben, hogyha szeretnék tovább képezni magukat. Reméljük, hogy a kedves vendégek, jelenlévők, hozzátartozók jól fognak érezni magukat. Nagyon lelkesen készültek erre az ünnepségre, szívüket, lelküket beleadják. Az ünnepélyes szalagtűzés után természetesen a szalagavatós táncokat is bemutatták az osztályok a megjelenteknek. Mint ahogy az lenni szokott, a szakiskolás diákok is vegyes érzésekkel készültek erre a napra. Mint mondják, egy korszak zárul lesz számukra, amelynek első meghatározó lépése volt ez az ünnepség. Ez pedig egyrészt azt jelenti, hogy hamarosan véget érnek a felhőtlen diákévek, másrészt azonban ez szimbolizálja számukra azt, hogy nem is olyan sokára beléphetnek a nagybetűs életbe. Mesélj nekünk egy kicsit az osztályodról, milyen az osztályközösség nálatok? Hát az én osztályunk összetartó, de kicsit bolondosok, hát hogy mondjam, szelebúrjak. Hát jó tanulnak is, de kicsit bolondok is. És hogyan készültetek a szalagavatóra? Hát elég döcögösen készültünk, mert voltak olyanok, akik nem akartak benne részt venni, de végül csak rájuk beszéltük, hogy mi a helyzet. Azt így mindenki benne lett. Milyen műsort fogtok adni? Bécsi keringőt. Egy másik osztállyal közösen? Így van. A 11 szociális gondozó és ápolóval. Mennyit gyakoroltatok? 2 hónapot. Durván. Heti 1-2 órát. És hogyan zajlottak ezek a próbák? Hát azok is döcögösen indultak, de csak összehoztuk a végén. És ez az egész szalagavató milyen érzéseket vált ki belőled, hogyan viszonyulsz ez a szalagavatóhoz? Egyben jó is, de rossz is, hogy az osztályt majd itt kell hagyni, mert jó osztályunk volt, összetartó. Hát ennyiben rossz lesz, de jó is, hogy kimélepünk a nagyvilágba. A Kállai Rudolf szakiskola diákjai előtt természetesen vannak még akadályok, hiszen ahhoz, hogy elhagyhassák az intézményt, még helyt kell állniuk az évvégi szakmai vizsgákon.